Szép estét kívánok, köszöntöm Önöket, ez itt a Hírextra, a híradó külön kiadása. Csak úgy, mint korábban a Fókuszban, vendégeimmel itt is körbejárjuk az elmúlt időszak egy kiemelt hírét, témáját. Mai adásunkban pedig ez nem más, mint a hagymatikum fejlesztése. A közelmúltban már többször beszámoltunk róla, hogy a tervezett 3,5 milliárd forintos beruházásból akár 8,5 milliárd forint is lehet. Ez utóbbi pedig magában foglalná egy makovec stílusú úszoda megépítését is. Ám mivel a jövőbeli üzemeltetés költségei igen magasak lehetnek, így a városvezetés indított egy konzultációt a lakosokkal a témában. Ennek keretében pedig tegnap Cirbus Gábor alpolgármester és Gergely Gábor a fürdő igazgatója tartottak egy fórumot a koronaszállóban. Hogy az ott megjelenteknek mi volt a véleménye a fejlesztésről, már mutatjuk is. Mint ismeretes, 2010-ben hitelből építették meg a hagymatikumot, ám a több százmillió forintot segítség nélkül esélye sem lett volna a városnak visszafizetni. 2014-ben a kormány átvállalta ezt a terhet. Rendezték a város teljes adósságát, most pedig szintén 100%-ban támogatják a fürdőkomplexum befejezését. Cirbus Gábor alpolgármester ismertette a fórumon ennek terveit, majd a 8,5 milliárd forintos makovec stílusú úszodát is magában foglaló beruházás mellett szólva kiemelte. A turisztika és a gazdaság fellendülésén túl munkahelyeket teremt, valamint megadja a lehetőséget, hogy a városban és környéken élők komolyabban művelhessék a vízisportokat. A látogatás egyértelműen az úszásra irányul a makóiaknál, ezt kimutattuk statisztikában, úgyhogy azért szeretnénk olyan részeket is fejleszteni, amely azt biztosítaná a makóiak számára, hogy el tudjanak jönni, akár munka előtt, akár munka után, tudnának egyet úszni, családilag el tudnának jönni, ki tudnának kapcsolódni. Azokon a mutatókon, amennyien a makóiak használják, ezen a számon mindenféleképpen változtatnunk kell, és ezt a számot felfele kellene, hogy húzzuk, ezért olyan szolgáltatást kell biztosítanunk, amelyre szívesen eljönnek. Azonban egy úszoda nem csak előnyökkel jár, hanem hátrányokkal is, hiszen éves szinten akár 50-60 millió forint is lehet az üzemeltetésének költsége. Ugyan felmerült már annak a lehetősége is, hogy ebben szintén az állam segítségét kérik, ám a döntés még így sem egyszerű. Ezért kíváncsiak a makóiak véleményére. A fórumon jelenlévő közel 40 fő közül többen felszólaltak a témában, és egyöntetően azt szeretnék, ha a makovec stílusú úszoda épülne meg. A makovec tervezte hagymatikum fürdő kibővítésével úgy érzem, amit most láttunk képeket, egy világszom színvonalat fogunk elérni. Amihez gratulálok a tervezőknek, a támogatóknak egyaránt, és az én javaslatom szerint azt a 3,5 milliárdos fejlesztést el kéne felejteni, hanem azt az egészet kellene megvalósítani, amit láttunk. Mindenképpen a úszodai, a fürdőhöz kapcsolódó úszodai megoldást támogatnám. Nagyon snasz és nagyon szűkös lenne az a 16x25-ös terület, ami akárhova, mondom úgy, hogy bezsúfolva, egy iskola gondjára bízva, tulajdonképpen annak a kisajátítását is tenné lehetővé. 83 óta bérlettel rendelkezett napi úszást végzem. Nyomatékkal szeretném azt hangsúlyozni, hogy kitartok és javaslom a úszómedence megépítését. Természetesen a rendezvényen számos kérdés is felmerült. Többen például az 50 méteres medencét hiányolták. Erre válaszul az alpolgármester elmondta, a tervezőkkel minden lehetséges területet megvizsgáltak, de sajnos helyhiányában nem lehet megvalósítani. Akadt, aki az öltözők száma felől érdeklődött. Néhányan a zöld területről és annak bővítéséről is kérdeztek. A rendezvényen részt vettek Veszeliné Végső Henriett, Toldi János és Kovács Sándor önkormányzati képviselők is. Mindhárman hangsúlyozták, szeptember 29-én ők a makovec úszodára fognak szavazni. A fórumot teljes terjedelmében holnap este tűzi műsorra televíziónk. Itt is van velünk a stúdióban Cirbus Gábor alpolgármester. Jó estét kívánok, üdvözlöm! Jó estét kívánok! És Gergely Gábor, a Hagymatikum Gyógyfürdő ZRT igazgatósági elnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Alpolgármester úr, tisztázzuk akkor még egyszer röviden azok kedvéért, akik esetleg nem voltak ott ezen a tegnap esti fórumon, vagy nem hallottak a témáról. Mi is pontosan a különbség a 3,5 milliárdos és a 8,5 milliárdos tervezett fejlesztés között? A legnagyobb különbség az, hogy az egyik tartalmaz egy úszoda
komplexumot, a másik pedig nem tartalmaz uszoda komplexumot. A 3,5 milliárdban nincs benne uszoda, semmilyen nemű úszásra alkalmas vízfelület nem lesz. Ebben található egy családi élményzóna, egy nyári öltöző, egy napozóterasz, egy ételudvar és egy kültéri gyógyvizes medence. Ezt tartalmazza a 3,5 milliárd forint. A 8,5 milliárd ugyanezeket tartalmazza és kiegészül még plusz egy sportolásra alkalmas úszó komplexummal, amelyben két medence található, fitnessterem, konditerem és rengeteg öltöző. Ugye erről még nem született döntés, tehát a képviselőtestület még nem döntött el, hogy melyiket szeretné megvalósítatni. Miért fontos a makóiak véleménye a témában? Én úgy gondolom, hogy ki kell kérni a makóiak véleményét egy ekkora volumenű beruházás előtt mindenféleképpen. Ha visszaemlékszünk jó néhány évvel ezelőtt, amikor a régi fürdő elbontásra került, akkor 8000 aláírás gyűlt össze azért, hogy például az 50 méteres medencét tartsa meg a város. Ezt nem vették akkor figyelembe, és úgy gondolom, hogy ezért kell kikérni a makóiak véleményét, mert nagyon élénken él még mindenkiben az az emlék, amikor aláírták azokat a kérdéseket, éveket, hogy miért is kellett elbontani az uszodát. És most is mindenkinek van véleménye, és ezt szeretné elmondani mindenki. Ez a tegnap esti lakossági fórumon is kiderült, hogy igenis szükség van egy sportolásra alkalmas úszómedencére, és nagyon sok hasznos információval gazdagodtunk például a tegnapi nap folyamán is. Bízom benne, hogy minél több véleményt meg tudunk hallgatni az előttünk álló időszakban. Ugye ez a sportkomplexum a Hagymatikum fürdőnek a területén valósulna meg. Igazgató úr, az elmúlt években szerintem elmondhatjuk, hogy szárnyal a Hagymatikum. Mi ennek a sikernek az oka? Mi az oka annak, hogy egyre nagyobb a látogatottsága a fürdőnek? Igen, hát elmondhatjuk, hogy most már több mint 5,5 éve Makó ráállt erre a vonalra, hogy a turisztikát is fő profilként képviseli, és becsatlakoztunk a fürdővárosok sorába. Ez még nagyon fiatal, ez az 5,5 éves kor ahhoz, hogy nagy dolgokat tudjunk mondani, de a számok azt mutatják, hogy évről évre 10-15%-kal több turista és vendég érkezik a fürdőbe. Ehhez ugye a makói lakosok is bátran csatlakoznak, most már több mint 50 szálláshely van a városban. Most már elképzelhető, egyre többen több napra is jönnek a városunkba, úgyhogy én úgy gondolom, hogy a Hagymatikum különlegessége az, amivel többet tudunk nyújtani bármelyik környékben, vagy akár mondhatnám magyarországi fürdőnél, az építészeti mi volt amiatt. Ez azért egy nagyon vonzó szempont a fürdőzőknek. Vannak még olyan dolgok, amik hiányoznak a fürdőből, amik ugye az első beruházáskor nem valósultak meg. Így például ezt a 12 és 18-20 év körötti korosztályt, akik kimondottan szórakozni, játszani, csúszdázni jönnek a fürdőbe. Ezeket még most nem tudjuk 100%-ban kiszolgálni, de ezzel a beruházással úgy gondolom, hogy ez is eléri majd a célját. Mit várnak még ettől a beruházástól? Gondolok esetleg egy sportturizmus kialakulására, vagy a gyógyturizmusnak a további fejlődésére. Ezek szóba kerülhetnek esetleg, hogyha befejeződik ez a beruházás? Abszolút, én úgy gondolom, hogy ez egy újabb vonzó erő lehet a város szempontjából, a beruházás megvalósulása, és ezáltal talán újabb befektetőket is tudunk a városba hozni. Nem titkolt dolog, hogy a hétvégék nagyon jó foglaltsága, a teltházzal üzemelnek, de hétköznapokon még rengeteg szabad kapacitásunk van. Ezeket a mostani meglévő szálláshelyek mellett még leendő szállodák tudnak kiszolgálni, megtölteni. Ugye most a tervek úgy készülnek, hogy a Teleki utca fölött egy híddal, akár a rendőrségből, a régi rendőrség épületéből, vagy a Galamb kollégium épületéből beruházva által szálloda valósulna meg, akkor zárt folyosón tudnának az új épülethez csatlakozni. Ez azt jelenti, hogy hétköznap elsősorban a nyugdíjas, idősebb vendégeket várhatnánk, akik természetesen használják a gyógyászati részünket, úgyhogy ez vonzana nagyon sok plusz bevételt a fürdőnek, hogy erre számítunk. Természetesen, hogyha az uszoda mellett dönt a képviselőtestület, akkor pedig a sport irányába, a vízi sport irányába is nyitottak leszünk egy ilyen fina medencével. Mint azt a polgármester úr is említette az imént, hogy a makóiak nagy része igazából elég régóta hiányolja
annak a medencének, egy olyan medencének a meglétét, ahol úszni lehet kényelmesen, lehet sportolni. Most ugye gyakorlatilag erre, hogyha jól tudom, akkor több variáció is felmerült. Hogyan oldható ez meg, hogy a városban ismét legyen egy ilyen medence? A jelenlegi tervek, elkészült tervekről beszélünk most, egy 33x25 méteres medencének, egy úszodának a terveit tartalmazza, és ez a kérdés, hogy ezt bevállalja a város üzemeltetés szempontjából, vagy nem vállalja be. Azért ezt látni kell, hogy ez egy jóléti szolgáltatás, egy ilyen fürdőkomplexumnak a fenntartása, amelyben Makóváros önkormányzata a költségvetéséből igen komoly összeget áldoz. És nagyon fontos az, hogy a költségvetésünket hosszú távon fent tudjuk tudni tartani, és ezért sem mindegy, hogy mekkora összeget kell támogatásra szánnunk. Szeptember 8-án volt egy rendkívüli ülés ebben a témában, ahol Lázár János miniszter úr, országgyűlési képviselőnk tett egy olyan megjegyzést, ha fogalmazhatok így, hogy kezdjünk talán egy tárgyalást a kormánnyal, hogy mint a járási uszodákat a kormány támogatja, akkor ezt a Makovec uszodának a működtetését is támogassa Magyarország kormánya, és hatalmazzuk fel erre a polgármester asszonyt, hogy ilyen jellegű tárgyalásokat kezdeményezzen a kormánnyal. Mert amennyiben tudunk rá kapni támogatást, akkor természetesen biztosított a város költségvetése, és uszodánk is van. Úgyhogy ez egy jó irány lehet. De például ugye, mint említettem, a járási uszodákat, ezekről a programokról azt kell tudni, hogy minden járást a kormány támogat egy uszodával, és az uszodának a működtetését is vállalja, de ez egy oktatási intézmény mellett kell, hogy megépüljön, akkor természetesen nem a hagymatikumba épülne meg, és ez egy 25x16 méteres átlag egyen uszoda, nem egy 33x25-ös, vagy nem egy 50x20 méteres uszoda. Ugye azt tudjuk, hogy a Makovec Imre által tervezett épületek azt hiszem, hogy legnagyobb számban Makón találhatóak meg, és igen, egyediek. Ugye ez talán lehetne egy érv, ami a Makovec stílusú úszoda mellett szól, de milyen érvek vannak még? Hát ugye a lakossági fórumokon és a kérdőíveken is látszik, hogy szeretnének egy úszásra alkalmas medencét. Ha elkezdem például az oktatással, hogy a mindennapos testnevelésnek az óráit meg lehetne tartani akár ebben az úszodában, ami megépülne, mert 7 oktatási intézmény található a hagymatikum 500 méteres körzetén belül. Néhány perc alatt meg tudják ezek az oktatási intézmények közelíteni a hagymatikumot, és itt ugye már megoldódnának a testnevelés órák problémái. De említhetném a gyógytestnevelési órákat, említhetném a tömegsportot. De mondhatom például itt az úszó egyesületnek a munkáját is, ők most bizonyos mértékben veszítettek a látogatottságukból, a népszerűségükből, pont azért, mert nincs úszásra alkalmas medence jelenleg a városban, és ezért lemorzsolódás volt, de amennyiben lenne egy olyan úszoda, amely alkalmas sportúszásra, akkor biztos vagyok benne, hogy ez a létszámuk újra gyarapodna. Valamint új sportágokat lehetne meghonosítani a városba, elég, ha csak például a vízilabdázásra gondolunk. De nagyon fontos az is, amikor például elmennek munka előtt vagy munka után a makóiak, és akkor tudnának egyet úszni, erre is van igény. Ugye a fórumon többen is felszólaltak a témában, nem kérdés, hogy az úszómedencére igény van a városban, inkább az a kérdés, hogy mekkora legyen. Nagyon sokan hiányolják az 50 méteres medencét, azonban, hogyha jók az információim, akkor erre nagy valószínűséggel egyelőre nincs hely. Tulajdonképpen mi az oka annak, hogy nem tudják megépíteni ezt az 50 méteres medencét? Amikor nagyságrendileg 10 évvel ezelőtt elkezdtek azon gondolkozni, hogy Makovec Imre alapján egy fürdőt akarnak építeni a városba, és a város központba tették, akkor én szerintem nagyon sok kérdés eldőlt. Mindenki számára világos, hogy itt be vagyunk határolva, és nincs olyan lehetőségünk, hogy egy 50 méteres uszoda elférjen. Több okból kifolyólag sem. Azért, mert például meglévő medencét kellene elbontani, és akkor ezáltal a vízfelületünk csökkenne. Ez az egyik. Ha elfordítjuk ezt az 50 méteres uszodát, akkor pedig a Nagyér folyna alatta, ami ugye fizikálisan elképzelhetetlen. A jelenlegi fürdő területén az 50 méteres uszoda nem fér el. A 33x25 méteres medence éppen-éppen, hogy elférne az egyik sarkába a most meglévő területünknek. A 33x25 méteres medencének egyébként milyen más előnyei vannak még? Vannak-e előnyei az 50 méteressel szemben? Én úgy gondolom, hogy
A megyében több 50 méteres úszoda is üzemel, ahol versenyeket is rendeznek, és hallottam még további fejlesztéseket is ezzel kapcsolatban. Ha most megépítünk egy 5. vagy 6. 50 méteres medencét akár csak a megyébe, akkor úgy gondolom, hogy versenyzésben nem nagyon tudnánk labdába rúgni. De hogyha építünk egy 33x25 méteres makovec létesítményt, amely ugye magában is egy impozáns épület, és egy 25 méteres rövidpályás versenyeket tudnánk itt megrendezni gyönyörű körülmények közt, én szerintem akár ezzel a sportturisztikai térképre fel tudnánk kerülni. Nem sok olyan úszodáról tudok, amely hasonló, hogy mondjam, esztétikával bír, mint egy makovec úszoda, és ugye most egyre népszerűbb ez a rövidpályás versenyzés is az 50 méteres versenyszámok mellett, és ugye ez egy jó irány lehet. És nagyon sok sáv lehetne, hiszen hogyha 33 métert elosztjuk, mondjuk 2 méter, akkor 16 sávot tudnánk a 8 helyet elhelyezni benne, úgyhogy mondhatnám, hogy dupla sávhossz lenne. Ugye egy másik kardinális kérdés az, hogy hogyan alakulhatna ennek majd a finanszírozása, ez sokakban felmerült nyilván jogosan. Igen, a lakossági fórumon is elmondtam, hogy számításaink szerint 50-60 millió forintot kellene Makóváros önkormányzatának finanszírozásként átadni a fürdőnek, és azért ez egy nagyon komoly támogatási összeg, amely hosszú távon meghatározhatja a város költségvetését. Szeretnénk a már most meglévő támogatási rendszereket megtartani, amit tudunk biztosítani a város lakosságának, ebből nem szeretnénk visszamenni, de nyilván azt is szeretnénk, hogyha lenne egy úszoda, és ezért lenne kiváló lehetőség az, hogyha Magyarország kormánya tudna támogatást biztosítani az úszodának a fenntartására, és hogyha megépülhetne ez a makovec úszoda, és kaphatnánk hozzá támogatást, akkor úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó irány lehetne. Igazgató úr, a működtetési feltételek mellett az is egy elgondolkodtató tény, hogy kevesebb lenne a fürdőben a zöld terület. Van esetleg erre bármilyen megoldás? Tudnak-e terjeszkedni? Igen, hát a jelenlegi tervek alapján az én szempontomból, vagy a fürdő szempontjából az a feladatunk, hogy a leggazdagságosabb üzemeltetést vigyük véghez, és minél kevesebb támogatást igényeljünk a várostól, akkor azt kellene mondanom, hogy ez oda már nem férhet be, mert így is nagyon kevés a zöld felületünk. Ez az egyetlen egy hátrányunk van a környékbeli fürdőkhöz képest, hogy jó időben nyáron, amikor a bevételeinek az egyharmadát, vagy majdnem felét meg tudjuk keresni, akkor pont ez az zöld terület fog még jobban csökkenni, de a város műszaki vezetőivel, meg a alpolgármesterrel is azon vagyunk, hogy nézegetjük, fölmértük a környékbeli utcákat, tereket, lehetőséget, hogy merre tudnánk zöld területet nevelni. Ez egyértelmű most, hogy a parkolók kárára lehetséges csak, viszont tovább gondolva azon is gondolkozunk, hogy hol lehetne nagyobb parkolórészt kialakítani, és akkor talán az úszoda is elfér a jelenlegi területen. Zöld területet is tudunk legalább megtartani, de a jelenlegi számításaink szerint még növelni is, és a parkoló helyzet is megoldódna. Ugye a makovec stílusú úszoda felépítése mellett, és ellene is rengeteg érv szól. Lehet mondani, hogy a mérlegnek mind a két serpenyőjében vannak érvek. Önnek mi a személyes véleménye? Ön melyik beruházást támogatná? Hogyha az említett zöldterület növelést meg tudjuk, véghez tudjuk vinni, akkor egyértelműen a makovec úszoda mellett tenném le a voksomat, már csak azért is, mert nap mint nap látom, hogy mennyi gyerek jár hozzánk, mennyi úszó jelzi nekem, hogy jönne egyébként, de nincs most helye, nincs lehetősége, úgyhogy látom, hogy van igény. Azt meg, hogy egy másik területre helyezzünk egy úszodát itt a városközpontban, szerintem fizikailag, műszakilag nem igazán se gazdaságos, se üzemeltetésileg megoldott. Úgyhogy én az eredeti terveket, elkészült terveket pártolom, azzal a kis különbséggel, hogy az ételudvart, azt mindenképpen szeretnénk integrálni a jelenlévő épület és az úszoda közé, hogy azt is 4 évszakosan tudjuk üzemeltetni, mert most látjuk, hogy a gasztronómia egy komoly bevételt hoz a fürdő számára. A polgármester úr, ön melyik fejlesztés mellett tenné le a voksát? Most jelen pillanatban a 8,5 milliárdos fejlesztés mellett tenném le a voksomat. Én szeretném, hogyha lenne egy sportolásra alkalmas úszómedence is a 3,5 milliárdos beruházás mellett, úgyhogy én az egészet támogatnám, de azzal a kitétellel, hogy kapjunk egy kis támogatást hozzá a működtetésre, mert akkor a költségvetés is hosszú távon biztosítható lenne, és nem jelentének különböző financiális problémákat.
Végezetül pedig mondjuk el a nézőknek még egyszer, hogy ők hol és hogyan mondhatják el a véleményüket, milyen módjuk lesz erre? A legegyszerűbben Makóváros honlapján megtalálható kérdőívet tudják elektronikus formában kitölteni, illetve a Hagymatikum gyógyfürdőben is vannak papíralapon kihelyezve ezek a kérdőívek, ott is kitölthetőek. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak. Hírextrával legközelebb, jövő héten, ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Mára további szép estét kívánok, viszontlátásra!